Szervusztok! Ma egy nagyon egyszerű és nagyon gyors bögrés citromos süteményt fogunk csinálni. Kell hozzá cukor, liszt, egy kevés tej, amivel elkeverjünk majd kettő tojást. Tudjátok már, hogyha szárazan csak beletesszük a lisztbe, akkor ilyen darabos lesz. Elkeverjük egy kevés tejjel, egy tejföl, egy kevésnyi olaj, majd persze bakpulver, tehát élesztő, vagy sütőpor, elnézést, nem élesztő, sütőpor, és glazúrként egy kis citromlével elkeverünk porcukort, és azt rákenjük. Még annyi kell, hogy a citromízt elérjük, kell hozzá egy fél citromnak a héja és a leve. Na most, ha ez nincs nektek, akkor tettek bele ilyen kész, már lereszelt citrom vagy narancséjat, és citromlét, teljesen ugyanazt a hatást éritek el. Na, annyi lesz, hogy tényleg bögrézni fogunk végig. Elő is veszek egy ilyen bögrét, ez egy ilyen 3 decis bögre, de hát evőkanára is tudjuk. 8 evőkanál megy egy bögrébe, annyi egy bögre, tehát nem púpozva. 8 evőkanál liszt belemegy, akkor így eddig elér. Az lesz egy pohár, megint, tehát 16 evőkanál liszt. Jó? Tehát akkor csináljuk is, előveszünk egy kanalat, rámérjük, hogy meg-e van annyi, amennyi. Hát a szárazokat elkeverjük, beletesszük egybe, rögtön összekeverjük a tálkába, majd a nedveseket beletesszük, tehát a folyós, hogy a tej, a tojással, az olaj, meg a tejföl, összekeverjük csomómentesre, be a tartójába, kis sütőflapba, és be a sütőbe. Ennyi lesz az egész, nagyon gyors. Tehát 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát lássatok, kb. Ennyinek kell lenni. Tehát nem nagyon tele. Tehát így eddig. Szépen normális, se normális, mint amikor normálisan megtöltitek a poharat. Annyi menjen bele, úgyhogy már nem is számolom, hogy hány kanál, mert valamikor nagyon teleteszem, valamikor normálisan a evőkanalamat. Úgy. Így. Ennyi liszt. Úgy. Majd egy három, tehát kétharmadnyi cukorrész, kétharmadnyi a rész. Úgy. Az is ilyen 8 evőkanál, ez is mehet rögtön bele, nem kell félni. Cukort is tessük félre. Szépen elkeverjük, a hozzáadjuk rögtön az egész sütőport, egy tasak sütőpor megy bele. Ez a kinyitás, ez zseniális volt. Úgy. Evel is elkeverjük. Most nincsen itt mellettem jobb bal oldalt kamera, felesleges. Minden nagyon gyorsan megy és nagyon egyszerűen. Jó, ennyi lett volna. Hozzáteszünk akkor egy kevésnyi héjat. Ennyi lett. Tehát ez egy kis kanál. Szerintem ez untig elég, ez csak tényleg azért kell, hogy nap illata meg stb. Legyen. Ezt ide eltesszük, nem kell már. Úgy, addig gyorsan most felütöm a két tojást, és elkeverem egy kevésnyi tejjel. Úgy, egy tojedli.
két tojedli, és egy kevés tejet öntünk hozzá, hogy teljesen fog már kelleni. Szépen elkeverjük. Úgyni. Majd akkor jöhet a félbögrényi olaj. Ígyni. Rögtön rá a lisztre. Olaj se kell már. Rákanalazzuk a tejfölt. Ígyni. Tényleg lássátok, nagyon egyszerű. Nem lehet eltéveszteni se, tehát ez annyira... Na, magát adja az egész. És egy fél citrom. Egy fél citrom leve. Az ha iszitek, ha nem, kettő evőkanál. Egy. Kettő. De tegyünk bele még egyet, és akkor lesz három, jó? Így. Ez se kell már. Miért tettem vissza a kanalat? Nem kanállal fogjuk elkeverni, hanem fakanyállal. Ezt most eltesszük, nem kell. Fogjuk a fakanalat. Szépen elkeverjük. Majd hozzáöntjük, amikor már érezzük, hogy felvette az olajat, stb. Hozzáöntjük a tojást, amit elkevertünk a tejjel. Most dolgozhattok ti konyhagéppel, vagy tényleg, vagy habverővel, vagy fakanállal, kinek hogy. Én most így fogom, hogy lássátok, hogy tényleg nem kell hozzá semmi különös dolog, se eszköz, elég egy fakanál, meg egy kanál, meg a villa, hogy felverjük a tojást a tejjel. Jó? És ezt, ahogy homogénre elkevertük, megfogunk egy ilyen kis formát, én már belöntöttem egy kis olajat, megkenitek, majd egy kevés zsemlemorzsát rászórtok, vagy valaki lisztet szór, teljesen mindegy. Én jobban szeretem a zsemlemorzsát, azt körbe végigütögetitek, hogy mindenhol legyen, és beleöntitek a cuccost. Majd 130 fokon, egy kb. 20 perc, attól függ, hogy kinek milyen a sütője. 20-25 perc, hát nézni kell, nézzétek, jó? Meg lehet szúrni egy hurkapálcával, és amikor már nem ragad rá semmi, amikor ugyanaz szép tisztán visszahúzzátok a pálcikát, üres, tiszta, akkor kész. Jó? És úgy, én úgy sütöm, hogy csak alul legyen bekapcsolva a sütő, felül nem, mert akkor megég a teteje, és mint mondtam, elég a 130 fok, 20-25 perc az egész. Na ez amikor melyen, akkor szépen mehet gyorsabban a keverés. És így mondtam, ennyire az egész, tényleg nem nagy hűhó. Már kész is van, és olyan finom, hogy tényleg a kislányomnak, 10 éves kislányomnak két naponta kell ilyet sütni, mert mióta megkóstolta, azóta csak ezt akarja reggelizni. Hazajön az iskolából is, mert nem azt mondja, hogy mi van enni, mit főztél, apu,
hanem hogy van-e még a citromos kalácsból. Úgyhogy a gyerekek a legjobb tesztelők, ők megmondják, ha nem jó, megmondják azt is, ha szar az íze, megmondják azt is, hogyha finom. Jó? Ennyi lett volna az egész. Egy kicsit keverünk rajta. Így. Így. Szépen mindenhonnan fölkavarjuk, hogy el legyen homogén. Oszlatva minden. Úgy, most jön az, hogy meghintem szépen neki zsemlemorzsával, és megy be a sütőbe. Rászorunk egy keveset, és így elkezdjük dolgozni, hogy mindenfele menjen, itt már itt összekapta az olaj. Úgy. Tényleg, de lássátok, mi nagyon egyszerű az egész. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Úgy szépen mindenhol legyen, ha ne ragadjon majd le. De nem fog. Így. Ha felesleg meg mehet ki. Hogy nép. Meg vagyunk, most kicsi zsemlemózás itt körülöttem, de ezt nézzétek el nekem, és öntsük bele. Nézzétek, hogy milyen szép. Ennyi az egész. Nincs bennem semmi forté, semmi különleges extra. Így, ahogy van bele. Na most, ha ti kakaósat akartok csinálni, vagy címteset, tehát fahéjasat, vagy be, tehát annyi a lényeg, hogy akkor kihagyjátok a citromot, és akkor a citromlének a nedvességét, ezt pótoljátok egy még kevésnyi tejjel. Ennyi lenne az egész. És akkor félreosszátok, kettő részre szeditek a tésztalapot, és akkor az egyikbe belekevertek 2-3 kanál kakaót, és akkor lehet belőle szépen márványt csinálni. Vagy egy kanál, ilyen-olyan, és akkor olyan, mint a tarka, mint a tehenek. Na, ennyi lett volna az egész. Tényleg semmi több, és megy be, mint mondtam, 130 fokon. Nekem elő van melegítve szépen. 130 fok. Így. Alul. Csak alul menjen a sütés. 20-25 perc. És akkor eddig szépen most elpakolok. És akkor mutatom a eredményt, hogy milyen lett. Na, itt is lennénk. Így néz ki. Gyönyörű, repedezik, olyan könnyű, gyenge. Nézzétek én. Nagyon gyönyörű, nagyon finom. Na, megfogtuk egy kis citromlevet, porcukorral, megszórtuk, hát ilyen fél csomag belement. Tehát attól függ, hogy milyen állagot akartok meg, hogy mennyi mennyiséget. És érdemes a kihűlt állapotban, hát ez még meleg, még langyos. Lássátok, hogy így összenyomnám, így szép menne az egész. Itt szépen bekenjük. Jaj, de jó, de gusztus. Nagyon gyönyörűen néz ki, gyerekek. Annyira imádnivaló, tényleg, és meg is értem a lányomat, hogy ezt mindig utána kell sütni. Mert nagyon jó. Ja, tehát citrom, tehát ilyen friss, kellemes íze van. Nem nagyon édes. A máz rajta savanykás. Reggelire
teával, tejjel, kakaóval, teljesen mindegy, vagy szódavízzel is, mindennel jó, nem lehet belekötni, tehát tényleg nincs kifogás, hogy nem szereted, mert nem édes. Tehát aki nem szereti ennyire az édes cuccokat, az is nyugodtan megeheti. Szeretni fogja, próbáljátok ki. Tényleg ilyen bögrés, nem kell méricskélni, de direkt úgy csináltam, ha lássátok hány kanál. Szépen megkenjük, hát ez így mind rá is megy. Ha hideg, akkor hát most így ilyen olvadós lesz, de ahogy megköt, ahogy hidegebb, megköt rajta, és egy nagyon szép, finom csillogó máz lesz rajta. Úgy. Hagyhassuk lecsurogni az oldalát is. Nagyon jó, nagyon finom. Ez annyira puha, hogy ezt nem fogjátok tudni megkenni, de nutellát rákenni, meg ilyesmi, nem fogtok tudni, szétmegy. Ilyen, hát én mit mondjak, ilyen vastagúnyi nagyságúra, így mint ez a, olyanra lehet vágni, pékonyabbra nem nagyon, maxa kihűlt, és tényleg ilyen tartós. Ha lássátok, hát látni, majd látni, úgy is lássátok majd rajta, hogy milyen az állaga, és hogy mennyit, milyen vékonyan lehet rajta belőle vágni, úgy, hogy ne menjen ilyen morzsa-szerűvé, tehát hogy ne menjen tönkre. Így a lukakba szépen belecsurgathassuk. Tényleg, azért teszek rá sokat, mert tényleg citromos, tehát nem édes. A tészta se édes. Ez inkább ilyen savany. Hát picit édeskés, de annyira, amennyire kell. Tehát ne egy minnyont várjatok, tehát nem olyan. Hogy ránéztek és kilúgad a fogatok. Na, ennyi lett volna. Tudom, hogy szeretnétek látni, hogy milyen, ahogy amikor megvágom, úgyhogy vágok belőle. Megpróbálok úgy vágni, hogy ne menjen tényleg nagyon széjjel. És mindig rossz késsel kezdek neki vágni. Jó, tehát lássátok, hogy ilyen gyönyörű. Ilyen a belseje. Lássátok, milyen könnyű, puha, rugalmas. Jó? Szedek is egy kis tányért. Ezt már rá is pakolom. És akkor vágok még egyet. Ígyni, eldöntsük, és ezt még így rá, így, és már törik is, nagyon finom, kezet törlök, és mutatom, így néz ki közelről, itt ez a ropogós rész, a teteje, nagyon finom. Nézzétek, török belőle. Ennyi az egész. Nagyon friss, nagyon puha. Kellemesen citromos. Na ez lett volna a bögrés citromos süteményünk. Remélem, hogy ízleni fog, ha kipróbáljátok. Mindenféleképpen próbáljátok ki szerintem, mert nagyon egyszerű, gyors. És tényleg a gyerek, ahol gyerek van, ott kell mindig, hogy legyen valami. Na, ez lett volna, ez most ez a süteményről ez a videó. Gyors volt, finom, remélem tetszett a videó. Tetszett, dobjatok egy lájkot, osszátok meg a haverokkal, nézzétek, hogy nézzétek. Nagyon finom. Na, el is köszönnék. Remélem azért tetszett majd. Ha kipróbáljátok, majd írjátok le, hogy nektek milyen lett, és én elköszönnék. Jó étvágyat kívánok!